Az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele. Ebben a kategóriában érdemeltek idén a Sárik Péter Trió X Bartók című albuma a Fonogram díjat. A járványveszély miatt a nyertesek nevét az interneten hirdették ki. A díj átvételére sincs most lehetőség, de ez egyáltalán nem von le az örömből, mondta Sárik Péter. Teljesen mindegy, hogy át tudjuk-e venni, vagy nem tudjuk átvenni, rettetesen jó érzés. Én különösképpen mindig elmondom, azért örülök a legjobban, mert a Tibinek meg az Atinak még nincsen, azaz Fornai Tibinek, Tibornak és Gálfi Attilának, hogy hivatalosak legyünk, tehát a trió másik két tagjának, és már nagyon-nagyon megérdemelték, és most végre megtudhatják, hogy milyen majd, hát még nem érzik a szobrocskát, de megtudhatják, hogy milyen jó érzés az, és köszönjük, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, mert azért tudjuk, hogy piszokkal erős a magyar jazzmezőny, és ebben nyerni az kettőt ér. Ráadásul egy olyan albummal, amelyen Bartók egyébként sem könnyű darabjaiból készített feldolgozások kaptak helyet. Bizonyára ez is nagy szerepet játszott a díj odaítélésében. Próbálom egy évek alatt figyelni, hogy ki kap Fonogram díjat, meg ki nem, és amikor visszanéztem, akkor döbbentem rá, hogy én már 19 éve voltam mondjuk hivatalosan a pályán, ha csak onnan számolom a jazz tanszak, és 11 lemezt adtunk ki, közötte Fábián Julival kettőt, meg rengeteg Jazz Passionnál hármat, stb. Mire az első díj megjött. Tehát azt hiszem, hogy a Fonogram díjhoz az is kell, hogy az embernek legyen egy olyan munkássága, ami hitelesíti, és szerintem, ahogy mondtad, a lemeznél is nagyon fontos, hogy az éppen aktuális anyagnál, hogy annak legyen valami olyan súlya, vagy egy olyan tekintélye, vagy nem tudom, hogy mondani, amire, meg nyilván mire azt mondják, hogy oké, biztos, hogy érezték azt a hihetetlen mennyiségű munkát, amit ebbe beletettük, és még egyszer köszönöm. A kijárási korlátozások ellenére természetesen Péter és a trió többi tagja sem tétlenkedik. Ám máshogy igyekeznek kárpótolni a közönséget, mint a legtöbb zenész. Mi nem azt választottuk, hogy most otthonról koncertezzünk, mert az utóbbi években az volt a koncepciónk, hogy a lehető legjobb minőségű dolgokat adjuk a közönségnek, mind képbe, mind hangba. Úgyhogy inkább az volt, hogy gyorsan most kapóra jött, hogy szerencsére a legutolsó, ezt kell mondjam, milyen fura, a legutolsó budapesti koncertünket felvettük képbe és hangba. Ez a Get Closer Fesztiválon volt Pesten a MOM-ba, és most ezt bocsátottuk úgymond nyilvánosságra, az egész koncertet most szét is fogom vágni darabokra. Meg mindig próbálunk valamivel előjönni, hogy ne felejtsenek el minket. Nagyon furcsa helyzet ez az egész, mert kicsit kezelni is kell lelkileg azt, hogy teljesen érthető, hogy krízis helyzetben a kultúra az az első, ami azonnal fenékbe lesz rúgva, és onnan veszünk el mindent. Miközben meg azt látjuk, hogy az emberek soha ennyire nem fogyasztották a kultúrát, mint most, csak otthonról. Úgyhogy valahogy ezt túl kell élni ilyen egészséges lélekkel, meg pozitívan, hogyha majd visszajövünk, akkor megint avval az erővel tudjunk visszajönni, ahogy eddig. A Fonogram díj átvétele után Péter egyetlen videó üzenetet hozott nyilvánosságra. Ez sem arról szól, mi a rossz a mostani helyzetben, hanem arról, milyen hálásnak kell lennünk sok embernek. Azoknak, akik nem panaszkodnak, teszik a dolgukat. Mindent is elolvastam én is erről az egészről, és az összeesküvés elméletektől a mindenig, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen azt látom egyre jobban, senki nem tudja, hogy mi ez, nem tudjuk, hogy honnan jött, nem is érdekes talán, nem tudjuk, meddig tart, és a megoldását tudjuk, benne vagyunk. Ez háború. Most vagy túl van hype-olva, vagy nincs hype-olva, túl hype-olva, mindegy, benne vagyunk egy helyzetben. Emberek halnak, sokan, nem csak öregek, csak, hát az öregek borzasztó. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az egyetlen értelmes magatartás volt, hogy az ember elfogadja ezt a helyzetet, és próbálja belőle kihozni a legjobbat. Szerintem a hőbörgésnek, meg a panaszkodásnak abszolút nincs itt ideje. Az ideje az panaszkodjon, aki ott van a frontvonalban, az meg nem panaszkodik, hanem csinálja a dolgát. Úgyhogy persze az volt a minimum, hogy megköszönjem azoknak, akik most oda teszik magukat, és igen, azt mondtam a videóban, hogyha majd véget ér, akkor majd mi is oda tesszük magunkat, és akkor majd visszaadjuk ezeket a dolgokat. Tehát remélem, hogy ez minden hamarabb így lesz. A mindennapok tehát munkával, de persze kikapcsolódással is telnek, na és egy igen fontos, eddig háttérbe szorult tevékenységgel. Fura, mert igen, tehát alszom. Emlékszem, még a legutóbbi beszélgetésünk körül így arról beszéltünk, hogy itt mindenki halálfáradt és kész van. Hát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert belegondolok, és nagyon remélem, hogy ilyen nem is volt, és nem is lesz. Azt remélem, nem lesz még egy ilyen alkalom az életünkben, hogy nem repülnek a golyók, meg nincs semmi ilyen jellegű háborús helyzet, de mégiscsak beszorultunk, és nekem olyan nem is volt, hogy így ne tudjam, hogy mikor fogunk koncertet.
délután akkor feküdjünk le aludni, mert lehet, mert akkor majd holnap írom azt, amit ma akartam volna. Úgyhogy igen, minden olyanra jut, amire eddig kevesebb. Család, alvás, magunkkal foglalkozás, kappáltam nemrég, csuda, csuda jó dolgok.